Szeretettel üdvözöllek benneteket. Tulajdonképpen a sajtótájékoztató célja, az Jobbik egyik kezdeményezése, hogy a férfiak se dolgozzanak 40 évnél többet, és ez a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíj lehetőség felvetését terjeszti elő. Ma Magyarországon annak a valószínűsége, hogy egy férfi megírja a 65. életévet, azaz a nyugdíjkorhatár, 64%. Ezt az érettségi alatti végzettségűeknél mindössze 50%-ra tehető. Ez azt jelenti, hogy minden második férfi nem hal a nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Tehát nem tud nyugdíjba menni. Mindezeket Kopp Mária mondta el 2009-ben, és a helyzet sajnos azóta sem változott. Ebben a helyzetben van tehát a nyugdíj előtt álló társadalom, és ebből kell kiindulni. Mindenhogy fontos, hogy megnézzük az elmúlt 7 évben történt nyugdíjpolitikai intézkedéseket, melyek főként veszélyes munkahelyeken sokszor több műszakba magukat szinte már halálra dolgozó munkásoktól veszi el a lehetőséget a nyugdíjba vonulástól. Tulajdonképpen ezzel mi nem értünk egyet. Az elmúlt 7 évben voltak különböző olyan negatív nyugdíjpolitikai intézkedések, amelyeket most szeretnék egy picit tételesen felsorolni. Ilyen volt például a Bajnai Gyurcsány kormány által elvett 13. nyugdíj, de ilyen volt az is, hogy ők emelték fel 65 éves korra a nyugdíjkorhatárt. Majd az Orbán kormány elkútyavetélte a magánnyugdíjpénztári tartalék 3000 milliárd forintjait is, illetve teljes mértékben megszüntette a szolgálati és korhatár előtti nyugdíjakat. Ezzel mi nem értünk egyet. De beszélhetünk az Orbán kormány azon intézkedéseiről is, hogy a munkaadók által befizetett 27%-os nyugdíjjárulékot átnevezte szociális hozzájárulási adóba, ezzel kivette ezt a nagy összeget a nyugdíj alapból, mely finanszírozási problémákhoz is vezetett, és itt a finanszírozásnál már tudom is mondani, hogy mi nem értünk egyet ezzel a szociális hozzájárulási adóval, tehát mi visszavezetnénk ezt a munkaadó által a járulékot a nyugdíj alapba. Amit szeretnék még sorra venni, az azt, hogy mit szeretne a Jobbik. A Jobbik szeretné megvitatni ezt a problémát a társadalommal, a szakszervezettel, a munkavállalókkal és a munkaadókkal is, hiszen újra kell gondolni a nyugdíjrendszert. Újra kell gondolni, hiszen több sebből vérzik, és egy sokkal igazságosabb, átgondoltabb rendszerre van szükség véleményünk szerint. Ebbe a rendszerbe a nők 40 éves munkaviszonya után járó korkedvezményt kiterjesztenénk a férfiakra is, tehát a férfiaknak is lehetőséget adnánk arra, hogy 40 éves munkaviszony után elmehessenek nyugdíjba. Azért beszélek lehetőségről, mert ezt nem tennénk kötelezővé, hanem aki szeretne, az kezdeményezheti a nyugdíjba vonulását. Nagyon fontosnak tartom azt is megnézni, hogy milyen előnyei lennének ennek a rendszernek. Nyugat-Európában már a 80-as években felfedezték azt, hogy igenis szükség van korengedményes nyugdíjra, és abból indultak ki, hogy nagyon nagy a munkanélküliség, főként a fiatalok körébe. Ma Magyarországon permanens válság van, és ha megnézzük, óriási a munkanélküliség a fiatalok körébe. Éppen ezért azt mondjuk, hogy ha egy korkedvezményes nyugdíj van, akkor a fiatalok is munkához jutnak, és nem fognak elvándorolni külföldre munkalehetőségért. Nyugat-Európa tehát a 80-as években ezt a lehetőséget kiterjesztette a nyugdíjába, és a társadalmi igényeknek megfelelően kicsit át is dolgozta, és most már egy progresszív nyugdíjpolitikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy a nyugdíj előtt álló személyeket fokozatosan vezetik ki a munkavilágából, és a fiataloknak pedig lehetőséget adnak az elhelyezkedésre. Másik fontos előnye, hogy kifehéríteni a gazdaságot, hiszen mindenkinek elemi érdeke lenne, hogy be legyen jelentve. Mert csak akkor járna neki a kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetősége, hogyha rendelkezik a bejelentett munkaviszonnyal. Azt már többször elmondtuk, hogy a Jobbik aláírásgyűjtésbe fog kezdeni,
Az egyik ilyen fontos téma az a férfiak 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetősége, de ezzel párhuzamosan egy mozgalmat is szeretnénk elindítani. A Facebookon fogunk indítani egy oldalt, melyre várjuk azokat, akik egyetértenek a kezdeményezésünkkel, és szeretnék, hogy a férfiakat is megillesse ez a lehetőség, illetve Schneider Tamás, az országgyűlés alelnöke fog egy országjárásba kezdeni, főként a megyeszékhelyeken fog előadássorozatot tartani a jobbik nyugdíjpolitikájával kapcsolatosan. Köszönöm szépen!